Good morning, everyone. من كم سنة وأنا حبك أنا Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, én itt Márko vagyok, és ez itt a Tataszás 2.0-a, srácok. Az a helyzet, hogy a Sebóm az még ott van a boltban, nyomja neki a session-t, hozza nekünk a piát, mert mit tudom én. Igazából hajnali 5 van, körülbelül semmit nem aludtunk, vagy hát nem körülbelül, mi a Benivel semmit nem aludtunk. Aztán, eléggé szét vagyunk esve, de valamit azért megpróbálok ide rottyantani a videónak az elejére, vagy a Benjo? Aztán ezért. Hát most indulunk el, fölmegyünk Győrbe először, találkozunk az egyik spanommal, Fékivel. Nem tudom, hogy ott még mit fogunk csinálni, de szerintem úgy körülbelül onnan fogjuk folytatni a videót. Szóval, peace mindenkinek! Mission failed. We'll get him next time. Itt vagyunk Győrbe. Az helyzet, hogy várunk a Fékére, kurva egy dúóba keveredett, addig a Sebó az elmegy izét venni. Szia, anya! Anya, hol van? Elmegy egyet venni, vagy parkon egyet venni, aztán, ja, addig itt tafkolunk egy jót. Az a helyzet, hogy itt van most már velünk Fék is. Ciao. Elfoglaltuk itt a helyet a nagy gamer terembe, megmutatta nekünk. Igazából nyomnak a srácok egyet itt a lolba, mi meg egyet valózunk a Szebóba. Aztán, hát utána majd még kiderül, hogy mit fogunk csinálni, szóval tartsuk velünk! Az a helyzet, guys, hogy eljöttünk Féki kocsiával, elmegyünk ahova? Arkádba. Arkádba. Megnézzük, hogy mi legyen. Ja. Szép a tárgyalunk. Igen. Csak sok itt a köcsög. Hát, biztos. Főleg a Benny. Jobbra. Főleg a Benjo. Azt a kurva Féki. Bármi info a helyzetünkről. Azt én örök egyelőre. De is úgy nézek ki, mint egy mafiózó. Mi vagyunk előtt a mafiózók, Tetyi. Az alba mafia. Az alba mafia. Sebo, flip. Ne is fordulj. Kacuk, itt vagyunk már, éppen Tatán vagyunk, elmentünk egy hatalmas session, kiégtek, elvittek egy olyan gírbe-gurba utakon, ahol egy... Milyen matár volt? Emu? Emu, az emu. Egy emu nevezeti kis strutszerű madárral találkoztam, a képet ide be is vágjuk. Aztán utána az volt a helyzet, hogy most bejöttünk, veszünk cigit az öregnek, mert ugye kell. Aztán jó, utána nem lehet. Szerintem lepakolunk, aztán elmegyünk egyet, jót kajálunk. Ez a nap nem igazán valami izgalomteljes sajnos, de... Ja. Semmi köze ahhoz, hogy 30 órája mondjuk nem aludtunk. Ne sajnáltasd magad, tehát nem tényleg. Csak nyomni kell, fúgázzal. Nem, az a lényeg, hogy a vlogban mindent elmondjunk. Hogy miért nézek ki, mint egy darab szar. Hát az esetek 80%-ában. Menjünk beszól, nem érted? Úgyhogy full gázzal. Ah.
És amúgy mit csinálsz? Most pontosan? Az a helyzet, guys, hogy a Zeus amúgy döntött, hogy picit összelépjük a 700 eurós cipőt. Én meg úgy döntöttem, hogy picit már ráfér a fogakra, értitek a fehérítés. Szóval itt ott jó megmosom alaposan. Nem lehet ez bírni. Amúgy ilyenkor, amikor elkezded a cipődet tisztítani a fogkefé, de utána azzal is mosol fogad? Nem is. Ki mos fogad? Ja. Ott a Benny. Csak a Benny még, Benny még nem tud róla. Nem, majd fog a videó után. Oké. Okay. Jó? Nem jó. Jó. Nekem nagyon jó. Halló, ez a kisasszony vagyok, nem látsz? Ha milyen nőkkel, hogy behozték? Nézd meg, már mindjárt lefektetik. Na, ez így szokás. Nem szokás, ez így. Azt a kurva! Erre nem számított ki. Mekkora comeback! Uhuhu! Állat. Egy áll... Az jó. Válaszunk másik. Sziasztok, guys, az a helyzet, hogy eljöttünk egyet sétálni a Szebommal, tesóm otthon maradt. Fogunk lőni pár fotót, meg azért őt is körbevezetjük. Vagyis, hogy csak most én, mert Keri az nincsen itt velünk, meg tesóm se. Szóval, ja, körbevezetünk itt a helyszíneken, amiken végigjártunk legutóbb is, és lövünk pár videót, meg képet, és meglátjuk, hogy utána mi lesz. Egy kibaszott turista vagyok, vágod? Amúgy így nézel ki. Srácok, körbejártuk az egész várat. Egyszerűen nagyon kis hangulatosra sikerült szerintem ez a rész, mint láttátok az előző videókban, képekben. Sajnos ebben a napban csak ennyi fért bele, mert egy kicsit eljátszogatták az időt a fiúk. Igazából az a helyzet, hogy mindenki, senki nem volt a toppon, mindenki le volt hangolva. De a Tatai tón így is végigmentünk, illetve a Várnál is voltunk, szóval szerintem adta a session. De majd session rész. Szóval a D1-t itt zárjuk. Ezt a napot kimaxoltuk, én azt mondom. Yes. See you tomorrow! Ha! Hogy vagyok még életben amúgy? Az arcára? Ez nem lesz benne a videóban. De belet fogod tenni. Ha nem akarok, kirakom Instára, igazából mindegy. Hát megy a videóban. Ogyogy. No, day 2! Az a helyzet, Gajzi, hogy... Uda okos. Az a helyzet, Gajzi... Az a helyzet, Gajzi, hogy itt vagyunk a Tatai piacon. Kajálni akarunk, azt mondták, hogy lejövünk hangosozni. Aztán... utána... Még nem, még titok, hogy mi. Megkóstolta a Beti levest, hogy mi történt? Az érdekes. Az a kurva. Szóval utána még kitaláljuk, hogy mi a franc lesz. Te is sajtos, te is az kész. Vagy miért? Mákosnek város. Yeah.
nap rendben. Az a helyzet, kacik! Azzal az egész. Hogy a Szabó elcserélte a szemüvegemet. Tedd már a szemüvegnek. Azt a kurva életbe. Na, nem, viccet félretébe. Megyünk kajálni, meg fürdeni. Meg rendelek egyet majd Vissről helyére. Ki a faszt érdekelsz? Kukuricán? Nem, szemüveget. Nem, meg veszek neked itt egyet. Ja, amúgy nagyon semmi üzletérzékük nem volt, hogy két csajnak, majd itt bevágom. A szemüvegből én megegyezem. Te adod át. Hogy én magamra haragudjak. Ez a kukoricát most főzít a izében, tehát itt most a kukoricát. Itt találták abba a fekete zsákba. Nem, is a fekete zsákba találunk, mert itt nem megyek. Nem, most főzít ki, megkérdez. Volt a kukoricát. Jó, megkérdez. Sziasztok! Elég hülyé fog állni a szemeden az a kukoricom, hallod? Elég, mondd meg! Tedd fel a kukoricát! Tedd fel a kukoricát! Tedd fel a kukoricát! Vazzag, elcseréltek egy ferde lencse nélküli szemüveget egy kukoricára. Hát a Szabó legalább eszik valamit, értitek? Na, ott talán. Azt figyeld, a két 18 éves a 70 kilós öregembert tartóztatja. És betartózott! Robra! Robra! Rob! Lapát, faszát, hát hülye ne vagy mi a kocsiba ütél bele, bazd, én bajra törtök el is tőle. Na aztán meg a fiatal, hol így lefel a mártól? Hát ez nagyon gyenge volt! Ne üld már meg a kölköt! Mehet! Azaz! Ő most beszéltetek, hogy ott azt hiszem, nem értek. De nem, nem, nem. Nálam is egy kicsit túlzát beszél, mert nyilván nem engedem neki, hogy jár. Szevasztok srácok, az a helyzet, hogy elérkezett a Day 3, Day 2-be el sem bírtunk köszönni, mert annyira szét voltunk esve, mint az állat este. Aztán, hát igazából mai nap az fix, hogy elmegyünk a Kerihez, elmegyünk a Albán pékségbe, vagy hova, kicsit kajálunk, aztán utána kiderül, hogy még mi lesz. Tartsatok velük! Tudja, hogy nagyon kemény az ágy. Dehogy is. Viszont? Eskü. Áh, hülye vagy! Szasztok, guys, itt vagyunk a minél Turulnál. Lövünk pár videót, meg kép. Letakarítjuk a madárszart. Szóval lövünk pár videót, meg képet, meg hát azt tudja. Itt vagyunk, az a lényeg. Jep.
hétfőn volt, amit nem tudsz sérni. Hát most már minden is van, hát ez ilyen van. Értitek. Hát azt tudtuk volna itt alszunk. Valakivel. Menjünk följebb, jó? Szóval, guys, itt a turul. Vigyázni kell nagyon, mert köpköd meg fosik a szont a kere. Keri. Kere. Kere, keri, keri. Kere, kere, keri. Keri, keri. Meg ugaszint a nyugatának a látás. Majd erről az előlapival nyomunk képeket, aztán látszik. Márkó. Neked ott röhögni, hogy látom át. Mi? Főfúja, lemegy a nap. Miért azt nem így gyakér? Már nagyon jó halad. Haladunk, haladunk. Várjál, forog, forog, forog. Forog, 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 forog. Mi? Forog, forog. Röfögjé csak Zeuszom, röfögjé. Na guys, az a helyzet, hogy itt végeztünk a fékinél. Eljöttünk Tatáról, elköszöntünk, azt se vettük videóra, mert már nagyon szét vagyunk esve. De visszamentünk Tatára, aztán újra eljöttünk Győrbe. Úgy, ahogy mondja, mert kecire rossz helyen fordultunk, nem fordultunk le. Aztán itt gémeltünk, kurva kár volt lolozni, soha ne lolozzatok. Nem tudom, hogy hogyan lehet ilyen szarjátékkal játszani, de rávettek a skacok. Az a helyzet. Hol a kis cigány? Ja, ott van. Te nem magyarázzál? Mert ellopom a... Azt a kurva. Az a lényeg, de a Valorant jó volt. Szebbi szétölte magát, majd ide bevágom. Aztán de most meg tartunk hazafelé, szóval ennek a sessionnek ennyi is lett volna. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönjük a figyelmeteket. Peace mindenkinek. Sziasztok!